Te már azt a kört csinálod, hogy már visszajöttél, vagy még el sem mentél? Én már visszajöttem minden estül. Igen? Tehát már lecraftoltál mindent? Igen. Jó. Hát csak a melvért hiányzott, de most már megvan az is. De muszáj kipakolnom, mert... Ja, persze, nekem is. Tele vagyok minden nyavajával. Hát meg innen kezdünk el akkor glide-olni. Azt kell kinézni, hogy hova lennél. Mondom, szerintem az a ház, ami ugye itt jobb oldalt van, a Flint fölött, az szerintem jó lenne, mert onnan biztos, hogy át tudunk menni az új területre. Ott van a vár, ami ugye elejétől nekem tetszett, és azt még nem néztük. Az nem azon volt? Nem tudom, hogy az abba az irányba volt-e, de lehet. Nekem az valahol ott lent rémlik, de az majd kiderül. De látom, hogy mit mondasz. Na, kiraktam a ruhákat. Ja, igen, azt nekem is ki kell. Bár szerintem már nincsen annyi hely abba a ruhás ládámba. De még hát, pont egy sor van. Én ezt kiraktam. Ja. Hát, egy. Flintet követ. Nem hoztam. Bogár valami tuti van nálam. Grasshopper. Oké. Nem tudom már, melyik ölgök itt most ennyit. Így. Allergiás lettem pihére, nézzétek meg. Hát látod, mit mindenki. Igen, ilyen problémák vannak? Hát nem, a simaj támogatja ezt a mondatomat. Nem, viccetem. Megvan. Mindjárt, már majdnem kipakoltam. Csak annyi. Én nem sietek, tehát szépen kipakolgatunk. Azok magok... Hova megy ez a zöld fos? Mindegy, kiraktam ide. Kirakom ide a nektárt is. Úgy sincs egy nektárunk sem. Nem, az ebbe megy. A mézesbe megy a nektár, majd meg a zöld golyó is. Majd átrakod. Á, kupis! Egy zsák negrot kellett volna neked küldenem. Te kerülsz minket, nem fordítva. Már ilyenek van, már ilyen összeesküvés elméleteket tesz, hogy vajon pihe miért kerüli a sekót? Múltkor lehet, hogy miatta nem jött a közösség találkozóra. Megérezte? Megérezte, hogy büdös? Hát itt ugye sok minden lehet. Na mi kellett? Azt mondja, iron... Oké, okay, nem tudom, melyik beraktad a nektárt, mert nem látom. Mindjárt végignézem. Annyira nem volt büdös pihe? Nem ültem olyan nagyon közel hozzá, úgyhogy végül sem tudom. Nem is voltál ott, miről beszélsz? Ó, ide raktad, jó. Na. Jó, akkor szettek megvannak. Legalábbis amit akartunk. Na figyelj, fémnél az szerintem van... Szerintem megint dobtam. Az van, hogy az biztos, hogy a pickaxe mindkettőnknek fog kelleni. Az azt jelenti, hogy az amúgy 10 iron ingot. Az nem para. Azt mondja, blunt damage lesz a buzogánynak, a hammernek, vagy a Morningstarnak. A Morningstar ugye azért különleges, mert az blunt és pierce együtt. Ez edge, ez is edge, ez meg blunt. 39-45 blunt. Hát figyelj, én a bluntból biztos a banhammerre mennék rá. Lassan üt, kurva nagyot. Mert most vagy az van, hogy szétszenen. Ó, viszont várjál, azt hiszem pierce damage nincsen ezeknél. Aha. És akkor végül is helyet lehet spórolni azzal, hogy akkor nem a banhammer gyártjuk, hanem a Morningstart.
Mert az Blunt és Pierce. Lucifer is megjelenik? Így van, az Blunt és Pierce, és akkor lehet választani, hogy a slash damage, az mi legyen? Kasza, axe vagy kard? Neked a kard tetszett a legjobban, azt tudom. Igen, de ha van Banhammer, azt ki akarom próbálni. Ja, van, van, tehát ott van az Iron Hammer. És igazából szerintem van annyi, ironunk, mert nem kell sok, tehát ilyen 5 ironingot. Ó, oh, annyi, hogy a Morningstarhoz kell a Lizard Claw, de szerintem Lizarddal fogunk most ott lent délen találkozni, tehát ez nem lesz probléma. A Forgehoz mit raktál le, mert nekem azt még nem mutatja? Lehet a Furnace-t? Lehet, hát szedd föl, azt rakd le. Igen. Mert a többit azt letapisztam, azt tuti. Uh-huh. Na ja, hol a eleje? Megvan. Igen, az az egy maradt ki. Uh-huh. Oké, okay. Így már látom is, miről beszélsz. Ja, nem, mint hogyha ezt téged megakadályozott volna abba, hogy értsd vagy ne értsd, amit mondok. De hát jó van, nem baj. Azért jobb, ha látom is. Én karddal jó, eddig jó, szerettem. Azok jó, én azok közül szerintem a site-ot fogom választani, nekem a kasza az jobban tetszett. De az és a Morningstar, kasza és nekem akkor kasza és Morningstar lesz, mert az a kettő az úgy együtt akkor lefedi mind a hármat, de meg akkor nyomod majd a Banhammerrel meg a karddal. Aha. Csak akkor nincsen pierce damage-et, tehát akkor ezt a dárdát tartsd meg, ami most van a kezedbe. Mhm. Uh-huh. Az a lubbermész, Az is jó pofán néz ki egyébként. Jó néz ki, nem tudom mennyi haszna van, de jó néz ki. Hát az ugyanúgy, mint a Banhammer, blantos. Jó, de a Banhammer azért az, na. Tehát azért a mi élet, tudod. Ennyi. Az nagyobbnak tűnik, na. A kard, az tetszik. Oké, bekajálunk. És akkor jelöljük ki... Jó, mondjuk az a kasza is király. Ide biztos, hogy nem fogunk tudni átrepülni. Tehát először meg kellene nézni, hogy mondjuk így Skadi irányába, ami ez az irány mögénk, tehát, hogy így házról házra tudunk-e menni. Hát de akkor meg miért nem a Elder irányába, viszont kevésbé bánt bárki is. Nekem az lenne a célom, hogy fáról fára ugorjunk. Mondjuk itt van közvetlenül mellettünk egy fa. Aha, arra kell mennem. Aha. Hát ide átköltözünk, ez az első. Jó, költöztess csak a dolgokat. Most én azt nézem, hogy nekem előbb lehet át kéne mennem a túlpartra, mert ott van még egy testem, és tiggerel a térképen. Tudom, hogy szinte semmi nincs benne, csak egy dolog. De ott van. Oké, menj csak. Idegesít, hogy ott van, na. Mindjárt jövök. Hát érkezni tudni kell. Egy. Aha. Valahol itt van majd. Aha. Valahol itt lesz alattam. Jó. Tovább jöttünk. És Kadi merre vagy arra? Nézzük a következő spotot. Uh-huh. Szerintem az lesz. Aha. Most ja, repülünk. Akkor repülünk oda. Most az a kérdés, hogy itt hol van. Ez szarabbnak néz ki, mint gondoltam. Hol van a platform?
Jó, az is jó, hogyha az aljára, ott van. Ó, ez lehet, hogy fán volt. Fenn emlékszik. Oké, megvan a következő állomásunk. Megyek föl? Jó. És ez jó lesz, mert mire oda költözök valahova, te végzel a dolgaid, a meghalsz és felspawnolsz. Pontosan, de egyébként lehet, hogy azt nézem, hogy lehet, hogy fán van. Úgyhogy annyit nem fogok ezzel küzdeni, mert tudom, hogy szinte semmi nincs benne. Csak idegesít, hogy a térképen látom. Ja, igen. Úgyhogy... arra megyek. Csak te tudhatod, Pihe, hogy fán volt-e vagy sem? Hát ez az... már rég volt. Nem tudom. Magunk mennyi van otthon? Hát abból van. De hosszat szeti, 30-40 biztos van. Uh-huh. Pont itt vagyok, és akkor viszont ezt lehet, hogy leszedem. Na szedjed. Hát el tudjuk fogyasztani mindenfélére. Jó, na, akkor nézzük, hogy most hol vagyunk. Most vagyunk itt. Igazából abba az irányba kellene nézelődni. Hol látok költözhető fát? Ugye oda megyünk. Hát... mit se tudja, odáig még nem látok el. Az biztos, hogy az a fa, az... ha az ott van a túl... hát lehet, hogy oda átmegyek. Lehet, hogy azzal is előrébb vagyunk egy picit. Azt mondja, talán onnan akkor többet látok, hogy azon az oldalon van-e beköltözhető fa. Uh-huh. Talán az, talán... na mindegy, majd kiderül. Határozottan hangzott a dolog. Uh-huh. Aha. Viszont így fibert is elég szép számmal hozok. Az meg úgyis kell... eper! Eper! Elfelejtettem, hogy ez a rész azért nem jó, mert itt loot. Ja... folyamatban! Nem baj, mindenhol, kajához úgyis kell. Mindenhol folyton lootolni kell. Na, és... na, ó, Istenem, merje. Ha, itt van lent. Oké, gyere törpe! I want to claim this encampment. És hívd ide nekem a liftet. Eper! Pipacs! Oké. Okay. Órák kérdése is jövök. Hunti! Köszi az 58-at. Az igen. Látjátok, Hunti sincs sokkal lemaradva tyap-tyaptól. Kevés embernek uh-huh. van ilyen izé... mi az? First... minek hívják? Badge-e? Ja. Igen. Igen, már lemaradtál Csapitól, úgyhogy... szégyeld össze magad a két igen. hónap minusszal. Szóval, de hogyan? Hát, Csap dupla olyan gyorsan öregszik. De én bennem is az volt, hogy Hunti-nak a legöregebb. Huntinak volt a leghosszabb, szerintem ő neki kimaradt hónap, és ezért meg tudta aha. előzni Csap-Csap. Há, valószínű. Jaj. Csap-Csap gyorsabban öregszik, ez ilyen. Pedig nem is ittam. Hát látod? Csap-Csap megitta az öregedő. Várjál. Az lehet, hogy még jobb. De nem, az ez. Tehát, hogy nem, nekem már igazából abba az irányba kellene menni a víz túloldalára. Ezt kidobom. Ez is kell. Ha ott van a hivatalos átmenetel, azt most már látom. Na, elmegyünk innen, elfejtettem, ez a méhecske részleg. Nem tudom, hogy hol tudnánk letelepedni. Szerintetek melyik fa lenne az? Várjál, már hát innen hatal. Úristen. Úristen. Hát a térképen is látod, hogy nagyra megyünk. Figyeld, a virág ura vagyok. Azt figyeld, hogy milyen magasan vagyok.
Szerintem konkrétan a mapon nincsen magasabb. Mindjárt újra fölmászok. Na, szóval a világ ura vagy. Aha. Csapó kettő, jó? Nem volt olyan egyszerű fölmászni oda. Akkor is az a legnagyobb spot, oda föl kell jutni. Jó, én akkor meghalok és jövök. Mert most dunstom nincs. Oké. Okay. Úgyis tele vagyok. Azaz. Na, de lenne magasabb. Mindegy, ne nézzünk hátra, és akkor olyan, mint a nem lenne magasabb hely. Na, szóval szerintetek melyik lehet az a fa, ahova lehet költözni azon a területen? Az, amire most nézek, az lehet? Az nagyobb kérdés, hogy lehet-e? Mindenféleképpen jó lenne, ha lehetne, mert ugye, hogyha ott szerzünk cuccot, akkor valahogy vissza kell jönni, és ez annyira nem, uh-huh. és ez annyira nem tűnik komfortosnak, hogy mindig átjönni a vízen. Jó, mondjuk nagy terület, úgyhogy valószínű. Mert a mocsár kisebb volt, és ugye ott nem lehetett, szerintem arra ott azért figyeltek. Ott nem lehetett. Igen, de az nem volt olyan nagy, úgyhogy csak figyeltek erre. Jaj, mennyi mindent hoztam 50 ládába. Ó, maga is. Na, hát Tomi, bevállalom, megnézzük azt. Hajrá. Ez is megvan. Ahol lehet látni nagy placot, az lesz. Hát, ez nem tűnik olyan fának. Egy rezint magamhoz kell vennem. Nem, ez bazira nem tűnik olyan fának. Mindegy, hát leszállok rá. Opa. Az anyát faszák, okay. Majd meghaltam, vagy hát majdnem. Nem, itt lehet, hogy nincsen? Ív, köszönöm a 8. hónapot. Azt mondja, hogy innen te átrepültél arra. Igen, csak ugye az a baj, hogyha itt nem, tehát akkor nem is fogunk tudni itt craftolni. Nem ír senki semmit. Aha. Uh-huh. Felfedeződött ugye a hely. Aha. Látok új virágokat, ilyen rózsaszín virágot. Ott látok ugye hidat. De olyan fát, ami költözhető, olyat egyáltalán nem. Nincsen? Ó, oh, Nogi, kösz. Jó, akkor itt nincs olyan fa. Uh-huh. Ott van valami furcsa szöcske. Viszont ezen a fán elég jó föl lehet annyira jönni, hogy nem lesz gond a átrepülés. Nem? Ami ott van, bazd meg valami. Oh, hallod, ott van egy nagy szarvasbogár. Azt láttuk egyszer a túlparton, amikor itt több is valamivel. Van. Na majd gyere ide, mert akkor itt tudjuk ölni ezeket. És mi van, ha meg name lesz kingezlek téged? Stag Beetle. Opa, kicsit. Jó, hát hülyének nem hülye, tehát hogy elmenekült. És ott egy lizárd! Jó, bejelöllek, az a legegyszerűbb. Aha, arra vagy. Látom a virágot. Uh-huh. Aha, de nekem azt muszáj megnéznem. Jó, ha nézzen. Ott a hornet. Olyan, mint a tulipán virág vannak. Ciklámen! Wow! Nézd meg, hogy mekkorát sebez. Szarvasbogár. Spirrel nem jó ütni, vagy lehet, hogy pont azzal jó. Na, megnézem én a másikkal is. Spirrel nem jó, az fehér.
a másik az Axel, jobb. Az Axel jó. De nagyobbat ütök. Ó, oh, nice. Várjál, hát nekem healer nem kö. Amúgy sebez, igen. Hogy szürcsöltél? Ez lesz a clay. Mert egy darab... Tudtam, annyira éreztem, ez a clay. Aha. Tehát a kaki. Na jó! Bőz anyám. Aha. És most jöttek be az oszlopok. Aha, most nézem. Ó, várj, közben én fázom. Igen, ja, én is elkezdtem fázni. Apa új házat vesz. Aha, tehát akkor ezen... Aha. Hát így, úristen, és új window, meg minden. Már addig nem veszem fel a ciklámen, hát ha abba is majd jön valami, ezt most végignézem. Clay bandázs. Na, arra kíváncsi leszek majd, mit ad. Ellopod a izémet, apofád mindenit. Segítek, semmit nem ad. Nem baj, egyet akkor is fölvetem. Olyan, mint a pipacs. Egyébként gondoltam már messziről, hogy valószínű pipacszerű lesz. Tehát van clay bandázsunk, oké. Okay. De a nektár miatt úgyis jó, hogy ez... Aha, aha. Vagy ebből tudok kiütni valamit, nem? Aha. Jó, akkor menjünk tovább. Hoppá, kicsit leestem. Itt van másik növény is, ez. Ott a túlparton látok valami olyat. De hülye méha, hagyjál most békén, amikor a lizárd, lizárd volt ott a túloldalon. Valami gyíkot látok. Aha, na. Aha, ez a másik fajta gyík. A gyík az ugyanolyan, mint a geckó. Ugyanúgy a kardos verzió. Már jön rám, majd mindjárt megnyelvel. Ugyanúgy nyelvezik? Aha, ugyanúgy nyelvezik. Aha. Én pont úgy lecsúsztam ide, de akkor ha rád ment, akkor el tudok itt menni. Apa új házat lesz, igen. Igen. Ó, hogy ott milyen szöcskét látok, az a sárga cucc. Igen, az a nocturnál verzió. Oké, okay, megvan a lizárd, megöltem. Aha, neki egy. Au, azért ez üt. Hát figyelj, úgy, ez már nincs a... sok életem. ez már ugye a nehéz tüzérség itt. Igen. Csak nincs sok... Jó, meg úgy sincs sok HP-m, kell a HP. Na. Erre most elmegy. Ne, gyere felém, és akkor meghal. Jó, akkor viszont addig hílelek. Né, csapkodja! Na, megvagy. És itt láttam izét, Clay-t. Ú, nagyon jó. Aha. Aha. Jó, behíleltem. Jó, én meg rakok le asztalt, hogy gyorsan tudjunk javítani. Azt, igen. Várj, akkor ezt a klét mi gyorsan leszedem. Hát itt lesz az asztal, nem, most én is leszedegetem. Jó, meg is van. Hát... Hát ezt csak így tudom. Tessék, leütöttem innen. De van ott még egy. Megvan. Na. Na. Mi van, magad alá nem tudsz csapni? Megy feléd még egy izé szöcske, ha jól láttam. Nem látom. Na, hát akkor mögötted volt, akkor lehet, hogy nem ment rád. Ő. Azt a kaktuszt le tudom szedni. Nem, én kaktuszt akarok szedni.
Bosszút kell állnom, tegnap, amikor kihortuk őket, megbögtek. Honnan? Itthon a pincéből. Ja? Miért van a pincébe kaktusz? Hát mert télen be kell vinni őket. És milyen kaktuszgyáratok van, vagy mi? Nem, de nekünk vannak kirakva ilyenkor jó időben nagyok. Ja. Van olyan, amit konkrétan talicskába ketten kell, hogy kivigyünk. Micsoda? Olyan nagy? Olyan rohadt nehéz a földben már meg minden. De ugye ezt télen bevisszük, hogy ne fagyjon el. Mm-hmm. Itt van egy bitül. Ó, nem áll, hogy... Jó, hát ezt csak ugrálhatom leütni. Hülye klé, wow, az... úgy rakták, hogy ne tudjam felszedni. Megvan. Szedem a klét jól, mert akkor abból biztos sok kell. Ja, ismerkedsz, látom. Uh-huh. Menjél meg, kajálnom is kell. Jó. Pillanat. Hilej! Tállak, te dög! Megvan. Azért ebben van cucc. Jó, mondjuk ő ad is. Meg most én is tettem fel, úgyhogy... Azért ő adott például 5 heavy kitint, tehát azért benne viszont van anyag. Meg én is szedtem föl kitint, egyet vagy kettőt belőle, úgyhogy... Uh-huh. Jó. Csak hílelek, de amúgy aztán mehet a menet. Keresem a bogyókat a falon. Jajó. Mondjuk ki kéne nyomnom a fejedet, mert világítasz így. Hát nyomjad. A repüléshez benyomtam, hogy tudjam merre követni. Mm-hmm. Hova raktam le azt az asztalt? Fogalmam sincs. Ott van meg. Aha. Blackberry. Hát gondolom a clay az ráadásul, hogyha jól láttam, az a izéhez is kell. Az új háznak a cuccaihoz. Mm-hmm. Azért mondom, hogy biztosra veszem, hogy... Az amúgy szerintem nem kaktusz, hanem aloe vera. És a aloe vera az nem kaktusz? Mi az kaktusz? Hát persze. Igen? Na hát ez nekem új. Én nem tudtam. Hát én vagyok egy ilyen botanikus. De akkor mi a faszért az a neve, hogy aloe vera, ami nem kaktusz? Mert a kaktuszom belül. Ó, növény. Virág. Mindegy. Nem. Na, most megy rád egy méhecske, de nem mondod. Szerintem észrevetted. Elfelejtettem, melyiket docsolok. Jó, megvan. Gaz, igen. Aha. Te, ez a méhecske is adott. Ó. Oh. De ez az előző helyen is adott kitint. A nagy méhecske? Igen. Aha. Persze. Na jó, van nekem, az nem tud fel. Azt hittem, az csak a bogár adott. Nem, az dobtam. Biztos ellútottad előlem. Az egészen biztos lesz benne. Hmm. Aha. Ott egyik. Ó, bazd meg, ez nem gyík, ez geckó. Aha. De úgy meg lennél lepve egyébként, mennyire szeretik, mert valamikor, amikor így a hajtásokkal besokallunk a sajátunkba, így kiszoktuk rakni kuka mellé, és fél óra se kell, és el szokták vinni. Most ezt kinek mondod? Még neked, kaktuszhoz. Hogy mi? Mi kiviszi el? Mi kirakod, azt ellopják, vagy mi?
Hát kirakjuk, hogy ingyen ugye elvihető, és simán el szokták a nénik meg mindenki vinni, aki úgy van. Ilyen, már van, hogy kicsit besokalunk ugye a hajtásokkal. Amúgy szerintem így... bármit kiraksz, hogy vigyék el ingyen, akkor se elviszik, ha nekik nem kell. Tehát, hogy de úgy, nem írom ki, tehát csak oda rakom mondjuk kuka mellé, vagy bármi, és simán nem kell sok ide, és elviszik. Ja, ha nem kuka mellé rakod, csak kirakod felügyelet nélkül, akkor se elviszik. Tehát, hogy... Úgy is volt. Figyelj, szerintem, hogyha díszesen becsomagolsz egy zsák szart, és kirakod, azt is elviszik. Ugye van. Mivel csaptalak téged? Ja, igen. Úgy is javítanom, és kell sok életem, úgyhogy... Ezek a bogarak amúgy tényleg így néznek ki? Ezek nem magasabbak? Vagy itt tudom, hogy ez így hülyé hangzik. Hogy kerektebb, inkább aradatot. Igen. Na, tehát, hogy ez nekem így nem tetszik ebbe a kombóba. Pihet, tehát, hogy... Látom streamot. Tehát, hogy ezen változtassunk. Nekem így messziről tetszik. Jó, legalább javítottam. Hát lefejel a szöcske is, érted? Legalább kipakolok a... Hova? Mi te otthon vagy? Ez hogy? Hogy fejelsz ekkorát? Bazd meg! Én amúgy ilyen szöcskén akarok lovagolni. Uh-huh. Nem tudom, hogy az be lehet-e fogni. Nincs rám most kajami. Olyan. Nem, szerintem őt nem lehet. Aha. Oké, a clayt is kirakom. Pihen hatalmas segítség most is, igen. Hazahoztam a lootot. Jó, de hát még szedhettünk volna, mert még úgy is kell. Tehát főleg ami kell. Jó, hát megöltek, na. Na, hát akkor azt mondja, nem hazahoztad a lootot, hanem megöltek. Nem, hazahoztam. Uh-huh. Megölve hazahoztam. Jó, tehát akkor igazából az a Beetle, az nem ad mást, mint Heavy Kittint. Tehát nekünk nem az a prió. Egy. Gyümölcs. Figyelj, a heavy Kittinnek a szerzése itt azért jó, mert akkor amiatt... Figyelj, mi nem vagyunk ellenségek. Fiber és clayből készül a jobb bandázs. Igen. Azt azért nem. Fiber és méz az jobb akkor. Aha, itt van sok clay. Jó, hát akkor viszont ebből tudjuk, hogy az utolsó boss az egy ilyen durva szarvas bogár lesz. Uh-huh. Ilyen stratégiai hazateleportálás volt. Pontosan. Jó. És itt kaptunk? Nem kaptunk manuszt. Aha. Manusz nem. Van nálam még kaja? Van. Nem, én nem feltétlen ragaszkodom most ahhoz, hogy titeket basztassalak. Én sokkal
sokkal jobban örülnék, hogyha gyíkot találnénk. Jó, egy ilyet magammal viszek. Mi kellett ehhez a potionhoz? Nektár, szilomolaj. Jó. Szírom. Hoppá. Nektár, szírom, olaj. Mert a gyík, azt gondolom, akkor itt is inkább víz mellett van. Aha, még nektár. Itt a durvább méhek vannak, és a szarvasbogarak. Igen. De ha látsz virágot, ezt szedd továbbra is, mert szerintem én most elhasználom a nektárt. Használ nyugodtan. Hozok neked is 10 stacket ebből a elixírből. Luber, femur, az lehet, hogy valamihez fog kelleni. Jó, az biztos, hogy a hide-ot azt visszük, ugye a clay-t azt viszem. Ez annyira nem kell, aha. Ez se. Ez így jó. Ezt kirakom. Nagyjából szerintem így jók vagyunk, ezeket itt hagyhatom. Aha, rakok ki bandást, mert úgyis kell neki a hely. Jó. Szerintem így jó, ezt meg neked elhozom. Jó, ezt gondoltam, hogy te nem fogod engedni, hogy én itt átmenjek, úgyhogy akkor harcoljunk. Aha. De egyébként te nem vagy annyira nagy ellenfél, tehát hogy igazából egész nyugodtan békén is hagyhatnál. Uh-huh. Arra kell mennem akkor. Jó, felrohanok erre a fára. Ezért keressél te is, lizárdot. Az, ami nekünk most nagyon kell. Az micsoda? Hát a... gyík. Ja. Na, akkor azt mondja, hogy átrepülök. Megtaláltam egyet. Mi lenne, hogyha te békén hagynál, és csak a gyíkkal hagynál játszani? Na hát... Hadd játsszak már a gyíkommal nyugiba! Azt hittem, azt a Holy Fence-re hagyod! Mi? Erre megyek? Uh-huh. Uh-huh. Oké, itt jó lesz. Jó van, már ne fázz. Ezt te... Megvan. Merre vagy? Aha. Nyugi. Jó, én most szedek akkor kicsi virágot, mert a nektárunk kevés van. Jó. Vagy... Ha, végre. Ló, megvan. Csak várnom kellett egy picit, amíg behílelt a bandázs. Jó. Igen, túlságosan erőszakosan játszom a gyíkommal, úgyhogy mondták, hogy attól sebződök. Ezt tudjátok, ez olyan, mint amikor a feleség korábban megy haza, és rajta kapja az urát, hogy éppen polírozza a bohócot. Hogy így szépen mondjam. És ugye így mondja, vagy hát kérdezi a férj, hogy jaj, drágám, ne haragudj, ez most olyan kellemetlen, hogy haragszol rám? És én nem, de te úgy néz ki, hogy magadra igen. Úgyhogy igen, hát kicsit erőszakos volt a bocsánat. Nem ad sok lét. Aha, te lementél oda. Nekem is lekölök. Ó, ott is van clay. Keresgélhetsz máshol is, mert akkor legalább felfedezzük, hogy hol lehet még gyík. Ja, nem azért, csak nekem nincs felfedezve a térképnek az a része, és azt nyom.
azért le akarok legalább menni. Csak ugye a Clay eltérít, mert inkább azt szedem. Oké, na most hol vagyok? Ja, hogy most pont ennyire ott lejötte. Ó, oké. Azért. Így. Aha. Inkább arra megyek. Te jól nézek ki. Mhm. Na, várjál, mert fázik a karakter. Megessik. Na, és mondjuk innen legalább körbe tudok nézelődni. Ha ott van sok Clay, azt lehetne még jó, szedni. Jó, a szarvasbogár összecsapott a gyíkkal. Nem, méhecske, csapj össze a gyíkkal. Úgy, úgy. Azaz, öljétek egymást, úgy van. A szarvasbogár elmenekült, de a méhecske még küzd a gyíkkal. Uh-huh. Várom, hogy mi lesz az eredmény. Megölte a méhet. Akkor ott van még egy méhecske. Lehet, hogy rá kéne húznom még egyet. Jó, felszedem a lútot. Te most beszorultál oda? Fölül nem maradhatsz ott. Legyen a neved, Nameless B. Ó, várjál, ki kell pakolnom. Ja, a taktikai előny nálam van nyilván, tehát hogyha nagy vagyok és hülye, akkor be fogok ragadni mindenbe. Töltem én is akkor azt a gyikot. Ja, hogy hertelhájdottad ilyen sokat. Aha. Mm-hmm. Azt nem gondoltam, hogy ennyit. Jó. Jó, virág. Kell a nektár. Na, úgy látom, hogy erre följem, mert nem lehet menni. Jó, akkor igazából ennek semmi értelme nincsen itt. Ez csak egy szobor. Biztos ez is később lesz egy olyan terület, ahova be lehet, hogy beraknak majd egy boss-t vagy ilyesmi, mert itt most, ahol vagyok, ez ilyen egy kút, de hogy itt így lehetne akár nagyon sok minden is. Aréna. Aha. De úgy nem, tehát hogy nem látok semmi extrát. Értem. Van egy négy-öt ilyen nagyobb méhecske belül. De így ennyi. Jó, akkor jövök kijebb. Hú, nem akar... Hazaviszem a lootot gyorsan, jó? Jó. Én viszont itt most jelölök egyet, hogy cikla. Magább egy helyen írjam, hogy tudjam, merre megyek. Jó. Vicsak, aha. Oké, ez kell még nekem. Grasshopper kell nem bántani. Nem. Na de várjál. Ez csak Clay. Igen, ugye a Clay és a Fiber jelent meg itt. Még valami nincs meg, azt hiszem. Jó, megöltem. Tatsz. Aha, ki kell dobálnom a felesleget. Ha.
Ah. Ó, viszont szerintem le tudjuk gyerteni a bót, mert ebből a turbós szöcskéből jött az a Lizard Claw, ami hiányzott. Na hát az van, Pihe, hogy tehát a Lizard Claw az azt jelenti, hogy gyíkkarom. Nem vagyok benne biztos. Jó, nem emelt biológiára jártam. De szerintem az nem szöcskéből jön. De azzal küzdöttem, és most írta ki. Uh-huh. Ettől én ettől függetlenül szeretném tartani magam ahhoz, hogy én nem hiszem, hogy az abból jön. De csak azzal küzdöttem most. Te igen, de lehet, hogy ő előtte nem. Ja, nem akarok kötözködni, csak hogy így érted. Tehát nem, szerintem nem. Aj, nem tudom, mit dobjak ki. Csont. Jó, ezt kidobom, mert nem tudok vele mit kezdeni. Silk fiber sting. Jó. Ó, Istenem, jó van, várja, ezeket kirakom. Aj, már ennyire tele vagyok. Fenébe. Nem baj, ide akkor is átmegyek. De a kitin az jöhet. Várj, a bont azt nem ide rakosgattad, hanem ide. A rohadt itt mennyi clay van. Gyíkkal az jó, együtt mondjuk. Mindjárt gyík is van. Gyíkkal együtt? Legszebb. Clay per gyík. Már ezt szerintem itt jó Fiber hely lesz. Sting és silk. Ja, azt nem tudtam magamhoz venni, az volt a baj, oké. Négyes. Aha. Na, és akkor Bugs Lynn. Aha, gondoltam, hogy itt lesz még valami csalafintaság. Áj, te szar helyen vagy. Jó. Még az, hogy magam fölé nem tudok ütni. Ó! Oh. Heavy kitint tudunk gyártani sima kitinből. Uh-huh. Menő. Az viszont jó. Oké. Okay. Fiber sting, string és stone brick. Itt tényleg sok clay van. Te, ahol én most vagyok, azt jelöld be magadnak a térképen. Uh-huh. Igen, oda akartam menni. Itt egy csőbe, igen. Nem igazán cső, de mindegy, de... És tele van konkrétan. Uh-huh. Jó, vannak nagyon abszurd helyen, az egy dolog. De vannak olyanok, amik gond nélkül elérhetők. Uh-huh. Annyira akkor se tetszik, hogy ezt így kell farmolni. Na oda, onnan mit szedtem most föl? Ezt akarom... Hogy lehetek fullon? Na jó, nem fogja engedni a lerakást, mert tele vagyok, gondoltam. Nagyon jó, nagyon jó. Pillanat. Kaktuszt akarok ütni.
nem ér. Mondjuk itt van fekete rész, lehet, hogy ez éjjel nem barátságos hely. Mit nem tudok felvenni? Mondja ezt az, aki minden bogarat mélynek hív. Hát de valahol, valahol az igaz, nem? Nem vezethető vissza? Na, első körben azt kell megcsinálni, hogy itt legyen tető. És már... Clay, wood és stone kell. Na, ez mondjuk menő. Na, gyere, kigyék, ott nem tudlak csapni. Aha, érdekes egyébként, hogy abból nem lehet tetőt csinálni, de padlót, falat, meg ilyeneket, azokat mind lehet az új, új cuccból. Na, gyere, te gyík, megcsaplak. Most, hogy elmész? Nice. Akkor most már el fog ide férni. Jó, meg vagy. Az a hülye izé. Ó! Jó. Jó, ez tényleg jó kléjes hely. Itt tényleg sok van. Még mindig nem szedtem össze. A rohadt, most látom, hogy még a falon mennyi van. Te most szórakozol kaja, velem. Kaja, kaja, kaja. Oké. Iron chest. És ezt miért nem itt tudom? Jó, de várj, mert még csomó mindent vissza kell raknom. Mi az, ami most nincs lent? Most nincs lent a... Ja, itt van az iron chest. Iron ingot, refined wood. Akarom én tudni? Oké. Várjál. A franc megint nem férek be. Jó. Figyelj, egészen más méretekben kell gondolkodni, amikor az ember építkezik. Hát vagy csinált két emeletbe. Nem jó, nem látok semmit a sötétbe. Hú, bazeg. Na. Aha. Aha, oké. Jó. Azt a helyet most ott hagytam. Oké, legyen akkor így, ez majd akkor ott jövünk föl. Ó, de bazd meg, az ott nem is lesz jó. Na várj, az biztos, hogy ezeket vagy föntre teszem. Izgalmas. Első körbe csináljuk meg azt, hogy ezt lerakván ebbe bepakolok. Mondjuk ezt pont nem. Tehát helyet csinálok olyannak, ami valószínűleg építő alapanyag. Uh-huh.
A láda az maradhat. Oké, mi volt, ami ezért kellett, hogy most már mondjuk ilyet csináljunk? Clay, mortar, stone és wood. Végül is egyébként nem baj, hogyha most abból csinálom, mert legalább azt nem kell majd lecserélni. Stone stairs. Ja, azt meg elkezdtem fázni, mert lebontottam az izét, a tetőt, és ugye már nem vagyok izével. Jó van. De hát itthon vagyok, mindjárt kiveszem, csak ugye azt kipakoltam. Ó, itt van gyertya. Találtam egy házat. Na, van itt valaki? Nehogy a vízbe ess! Van itt valaki. Tuhala! Not enough support. Mi a fasz? Tehát akkor ez... ezzel már máshogy kell gondolkodni. Ennek már... Tehát a kőpadlónak annak már kell, hogy legyen... Ahol most vagyok, azt jelöld be magadnak. Nem jelölök semmit. Basic stone pillar. Reinforced stone pillar. Aztán jól néz ki. Not enough structural support. Mondjuk az viszont nem jó akkor, hogyha ilyen nagyon sok pillárt kell letenni, mert akkor meg az a baj, hogy azért nem tudok alulra építeni, mert mindenhol ilyen hülye izé van. Kala? Tehát, hogy ez neki nem elég. Gondolom, akkor kell, hogy legyen kettő, és akkor fogja engedni. Aha. Amúgy nem. De ezt nem fogod nekem megmutatni. Olyat tudok csinálni, hogy kívül kő. Tedd az oszlopot beljebb. Ja, értem, hogy mire gondolsz, hogy ha az itt van, akkor engedné? De nem, látod? Akkor se engedi. Aha. Legalábbis egy oszloppal nem.